Köszöntöm Önöket, ez a Győr Plusz Televíziós sportmagazinjának első 2013-as kiadása. Magazinunk első bejátszása a győri Eto FC-ről fog szólni, hiszen a zöldfehérek elkezdték a felkészülést, illetve bemutatták egyik új igazolásukat is. A teljes bajnokság alatt fogunk különböző rendezvényeket, különböző eseményeket szervezni. 2013 kétszeresen is jubileumi év a győri Eto FC életében, hiszen 1963-ban és 83-ban is bajnokságot nyertek a zöldfehérek. Nagyjából 55 meccset játszanak ebben az esztendőben Pintér Attila tanítványai, mert nagy bizonsággal kijelenthető, hogy valamelyik nemzetközi kupában indulhatnak. Éppen ezért igazolták le a 24 éves Farkas Balást. A háromszoros válogatott ukrán és magyar bajnok szélső egyelőre keresztszalag szakadásból lábadozik, éppen ezért fél plusz 3 évre szerződött Győrbe. Nagyon jó érzések kavarognak most bennem. Ugye egy sérülés szenvedtem el augusztusban, abból épülök, közben ugye a szerzést bontottam a volt klubommal, a Debrecennel, és később ugye felvetődött ez a lehetőség, hogy ideigazolhatok. Aminek nagyon örülök, és hát igyekszem majd meghálálni, amint egészséges leszek a belém vetett bizalmat. Ugye az elhangzott itt, hogy a szakmai stáb és a vezetők részéről is megvan a türelem az irányomba. Azt hiszem, hogy számomra is ez a legfontosabb, hogy magammal szemben is türelmes legyek. Aki ismer, az tudja, hogy mindig 100%-ra törekszem, és hogy mindig beleadok mindent. Ezen leszek az új évben is. Mikor kezdheted el várhatóan a teljes értékű munkát, hol tartasz a rehabilitációval? Hát jelenleg ugye 5 hónap telt el a rehabilitációmból, ettől függetlenül már most olyan állapotban vagyok, hogy akár tudnék edzeni is, de azért még nem szeretnénk elkapkodni. A terv az az, hogy ugye a februári edzőtáborban talán már a csapattal készülhetek, de inkább még plusz munkát is fogok végezni. Ugye rengeteget edzettem, az elmúlt hónapban is ugye decemberben itt készültem már a Hollánek Zoli és a Radó Kriszta segítségével. Azt hiszem, hogy minden eddig a legnagyobb rendben van, de ettől függetlenül fontos, hogy még egy kis türelemmel legyek leginkább magam irányába, és dolgozzak, és remélem, hogy a tavasszal is pályára tudok már lépni. Ahol különböző edzőmérkőzéseket fogunk játszani. Pintér Attila vezetőedző szót ejtett a felkészülésről. Február 2-án indulnak a törökországi edzőtáborba, ahol top csapatokkal, például a Dzsudzsák Balást is foglalkoztató Dinamo Moszkvával is játszanak, bár a program kialakítását nehezíti a válogatott február 6-i összetartása. Szombaton érkezünk ki Törökországba, vasárnap 2 mérkőzést játszik a csapat, hiszen egy bőkerettel megyünk, illetve szerdán is szeretnénk mérkőzést játszani, és ahhoz nekünk is tudni kell, hogy milyen erőségű ellenféle vegyük fel a kapcsolatot, miért keresünk, hogy mennyi játékosunk marad, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy minél előbb kerethirdetés lesz, és akkor látni fogjuk, hogy kik azok a játékosok, akik tőlünk 2-3 napra onnan behívást kapnak a válogatottba. Az Eto sajtótájékoztatóján szó esett a sérültekről is. Stanisic február végére épülhet fel, Takács térdét megoperálták, ő a 2. héten csatlakozhat a csapathoz. Dudásnak pedig sérvműtétje volt, az ő állapota is kérdőjeles. Farkas Balázs mellett további labdarúgók szerződtetését is tervezi az Eto, olyan játékosokat szeretnének igazolni, akik poszttól függetlenül gólképesek. Foci után a kistesóval, futszállal folytatjuk, hiszen a győri Eto FC után a Rába Eto FC is megkezdte a felkészülést, illetőleg inkább folytatta azt. Marco Anhulo tanítványai már találkoztak a magvasi csarnokban, és együtt is edzettek. Ez következik most. Contact, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. You can lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl is pulling me down, you wouldn't believe how we wow. Zoli, először is szívből gratulálok a 2012-es esztendő legjobbja címhez. Az én meglátásom szerint jó helyre került a cím. Nagyon örülök ennek a címnek. Még nem sikerült ugye ezt a címet elnyernem, és nagyon örülök, hogy rám szavaztak a Magyar Labdarúgó Szövetségben. Mivel lehet ezt megkoronázni? Gondolok itt 2013-ra. Bajnokságot nyerni, vissza szeretni a kupát, ezek a legfontosabb célok egyelőre. Let's get it started in here, yeah.
Péter az imént elmondta nekünk, hogy a Magyar Kupa döntőjét idén Győr rendezheti. Hogy sikerült megnyerni ezt a kitüntető feladatot? Igazából már több éve próbálkoztunk azon, és pályázat útján ugye kellett az a labdarúgó szövetségnek beadni egy pályázatot, ami alapján kiválasztott a szövetség, hogy melyik az a helyszín, ahol tulajdonképpen a Magyar Kupát rendezik. Óriási örömünkre idén Győrt választotta a Magyar Labdarúgó Szövetség. Mi is azt gondoljuk, hogy egy jó helyszín lesz. Mi természetesen szeretnék az elvárásnak megfelelni. Amilyen a csapat olyan magas szinten van, mi olyan magas szintű Magyar Kupán szeretnénk egy Final Four-t rendezni, így két napot keresztül történik. Ráadásul egy kóvihozó mindenféleképpen, mert mind a férfi, mind pedig a női csapatunk legjobb között van, és igazából szeretnénk azt, hogy mind a két csapat döntőt játszon. Nagyon jól telt a karácsony, mondja Anhulo mester. Együtt voltam a családommal, próbáltam feltöltődni és egy kicsit elfelejteni a futszált. Ma már itt vagyunk és újra munkában és a győzelmekre koncentrálunk. Meglehetősen rövid volt a szünet. Sikerült-e feltöltődni, mit csináltál? Hogy telt a karácsony, hogy telt az új év? Persze, sikerült. Hát csak pihenéssel, és persze azért annyira nem álltunk, de egy kis kocogás, futás azért volt a programban. Egyéni edzést terv? Persze. Hát profi játékosok vagyunk, mindenkinek tudja mi a dolga, nem szabad ilyenkor teljesen leállni, úgyhogy ez a lényeg. Ez a hónap nagyon kemény lesz számunkra, mert január 13-tól február 8-áig 8 meccset játszunk, 6-ot a bajnokságban és 2-t a kupában. Fizikai állóképességi edzésekkel kezdünk, amikkel megteremtjük a meccsek alapját. Januárban pedig már óriási feladatok várnak rátok, gondolok itt például a Berettyói falu elleni mérkőzésre. Igen, ebben a hónapban, ha jól tudom, 6 meccsünk lesz. Ugye ebben van kupa meccs is, és 5 bajnoki, ha jól tudom. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezeket a mérkőzéseket megnyerjük, mert itt már is dőlhet akár a bajnokság is. Mikor rendezitek egészen pontosan a Magyar Kupát, és milyen körítést szántok neki? Igazából március 9-én lesz az elődöntők és a körítés. 10-én vannak a női döntő, és 10-én lesz pedig a férfi döntő. Gondolom a legnagyobb öröm mégiscsak az lenne, hogyha a kupa visszakerülne a méltó helyére. Igen, a legnagyobb dolog lenne, hogyha vissza tudnánk hojítani a kupát a Berettyóitól. Mindent megteszünk annak érdekében, de én azt hiszem, hogy a legnagyobb öröm akkor lenne, hogyha mindkét zöld-fehér csapat, női és a férfi csapat Magyar Kupa győztes lenne. Következő összeállításunkban női kézilabdával foglalkozunk. Egyrészt sorsoltak a Magyar Kupa negyed döntőjében, és kiderül az, hogy az Audi Eto kivel került össze a legjobb 8 között. Másrészt pedig a zöldfehérek a hétvégén fogadták a Debrecent a bajnokságban. Ezekről lesz szó most. A női kézilabda Magyar Kupa negyed döntőjének sorsolásán már csak NB1-es csapatok voltak érdekeltek. Az Építőket 33-25-re verő Békés Csaba, a BSE 13 góllal verő Fehérvár, a Dunói Várost 35-32-vel búcsúztató Kiskunhalas, a Szegedet 2 osztálynyi különbséggel verő Érd, a Siófokot óriási bravúrral kiütő Veszprém, ha úgy jobban tetszik, Eto 2, a Mohácsot könnyedén felülmúló Ferencváros és a Szekszárdon 40-20-ra diadalmaskodó címvédő Audi Eto. Utóbbi kettő, lévén a bajnokság másodikjáról és lista vezetőjéről van szó, kiemelt volt, vagyis semmiképp nem kerülhetett össze egymással. Az Eto és a Veszprém viszont igen, és ez nekünk győrieknek valóban pikáns csata lett volna. Nos, Fortunának köszönhetően ez a meccs elmarad, mert a címvédő az Érdet fogadja, a Veszprém pedig a Békés Csabát, a Kiskunhalas a Debrecent, a Fradi pedig a Székesfehérvárt. A negyed döntő mérkőzéseinek hivatalos játéknapja január 23-a.
Az Eto DVSC meccs előtt a szerbiai Európa-bajnokságon járt játékosokat köszöntötték a hazaiak. Némiképp felforgatott kerettel vágott neki a bajnok a vasárnap esti mesnek, mert Görbic Anitát, a brazil Eduardo Amorimot és Andrea Lekicset sem nevezte Ambros Martin vezetőedző. Így több lehetőséget kaptak a fiatalok, akiknek nem volt nagy falat a bajnokságban csupán 8. Loki. A 6. percben még csak 5-3 volt a lista vezetőnek, a félidő derekán viszont már 9-4-re vezetett. Sőt, az első félidőben mindössze 10 gólt engedélyezett az egykor szebb napokat is látott DVSC-nek, cserébe 18-at vágott, így már voltak éppen a félidőben eldőlt a csata kimenetele. Fordulás után aztán hip-hop összejött a 10 közte 23-13-nál, pedig a zöldfehérek több taktikai variációval is kísérleteztek. A két bajnoki pont így sem forgott veszélyben, a címvédő győriek végül 38-23-ra győztek a 9 gólos Löke, a 7 gólos Hornyák Dóra és a 6 találatig jutó Kovacsics vezetésével. A bajnokság alapszakasza fél távnál jár, az Eto előnye pedig 3 pont az üldöző Ferencváros előtt. Görbicék még mindig hibátlanok a bajnokságban, és 3 hét hiány lassan 4 éve nem kaptak ki a hazai bajnokságban és a kupában. Férfi kosárlabdával folytatjuk a hétvégén, ugyanis igazi kosár ünnepet rendeztek Győrben, hiszen az egyetemi csarnok adott otthont a HEP Kupa 4-es döntőjének. Az első 3 helyezett természetesen első osztályú profi csapatokkal csap majd össze január 2. vagy 3. hetében, de hogy hogyan alakult a 4-es döntő, az most kiderül. Pénteki első elődöntőn a Kecskemét toronymagas esélyeshez méltón 106-67-re verte az NTK-t, ezzel játszi könnyedséggel masíroztak a döntőbe Stojan Ivkovic fiai. A házigazda Győrszól trénere Kozma Tamás ekkor még reménykedett abban, hogy csapata sikerrel veszi a Mavc elleni első meccsét, és szintén bejut a fináléba. Először is erre az első meccsre hadd reflektáljak, ez a Kecskemét 15 játékossal, 11 héten profi körülmények között. Az MTK-tól többet vártam, szétcsúszott a második félidőre, velük ez nem fog előfordulni, ezt megígérhetem. Mit vársz a csapatodtól, mivel lennél elégedett? Néhány napja csak a Mavcra készülünk, egy apró húzásra is szeretnék kitámadni, letámadni egy kicsit 3-4 pályán, ezt még nem játszottuk ellenük. Azt gondolom, hogyha kevesebb eladott labdánk lesz, mint a múltkori meccsen, és a 3 pontos dobásaikat, számát le tudjuk redukálni, akkor ez a meccs 80-80 körül fog megállni, és egy labdás mérkőzés lesz a javunkra. A hivatalos megnyitót a Magyar Kosárlabdázók Szövetségének főtitkára Sterbenc Tamás is megtisztelte jelenlétével, aki méltatta a győri rendezést. Egy nagyon jó helyszínt sikerült találni, azzal is, hogy egy új magyar kosárlabdának is, hiszen azért általában itt női döntőre, Euroliga meccsekre szoktunk járni, de azt hiszem a figyelem most megérdemelten a fiú csapatra is irányul. Mindenképpen új győztes lovatunk, hiszen minden 4 csapat először jutott be, de mutatja a lelkesedés azt, hogy a HEP Kupa kivívta a szalangot, ami talán a névadónak köszönhető. Milyen a fogadtatása az első osztályú csapatok körében, hiszen az itteni első 3 az már profi csapatokkal játszik? Én azt hiszem, hogy korábban is megvolt a varázsa, hogy a kis csapatok egy nagyobbat fogadhattak, de talán így, hogy egy önálló döntőt maguk között megvívnak és ott érmeket, kupát szerezhetnek, az egy jó első lépcső, és ott a legjobb 3 fogadhatja. Ma már tudjuk, hogy kivel. Ugye itt a lelátón találkoztam olyan csapatképviselővel, aki talán már az ellenfelet is várja. Biztos, hogy inkább a második és harmadik helyezettet szeretnék az NBA gyalsok is majd az első magyar kupa körben, mert talán úgy gondolják, hogy ott nagyobb esélyük van tovább jutni. A hivatalos megnyitó után a házigazdám volt, azaz lett volna a sor, de a fehérmezesek 78-63-as vereséget szenvedtek a Mavctól. Sajnos a szombati bronzmeccsen sem ment sokkal jobban a játék pankáréknak, a harmadik helyért zajló találkozón 102-81-es zakóba szaladtak bele.
A HEP kupa döntője is különösebb izgalmaktól mentes volt. A kecskemétiek 81-53-ra győztek és megnyerték a kupát. A fiúk nagyon jól csinálták, és büszke vagyok, ugyanazt köszönöm a közönségnek, hogy kísérte Mikke, úgyhogy nagyjából elégedett vagyok. Hogyan tovább? Gondolok itt akár a kupára, akár a bajnokságra, hiszen listavezetők vagytok. Hát nekünk építjünk egy kis Felegvár. Én úgy gondolom, ki látott, hogy ki itt volt, arra látták, hogy egy jó úton vagyunk, és ez a fiatalok jó nevelt, igazi sportoló. Úgyhogy ugyanazt szeretném a Győr városának, meg a győri csoportnak megköszönni, mert a extra házigazdák voltak, és öröm volt itt lenni. A három első osztályú együttessel tehát a harmadik MTK, a második MAFC és a torna győztes Kecskemét játszhat. A négyes döntő legsportszerűbb csapata a házigazda Győr Szolszese lett. A torna legértékesebb játékosa az az MVP-je, a kecskeméti Wittmann Krisztián. A női kosarasok is játszottak a hétvégén, a bajnoki címvédő 6 Agro Uni Győr a Zalaegerszeget fogadta az NB1-ben óriási rangadón. Hogy hogyan zajlott a mérkőzés, azt most megtudhatják. Tekintélyes zakóval állt bosszút a női kosárlabda NB1-ben a bajnoki címvédő 6 Agro Uni Győr a Zalaegerszegen. A zöldfehérek ugyanis a hetedik fordulóban meglepetésre 66-58-as vereséget szenvedtek Zalában. Nos, ezúttal nem tudott akkora ellenállást kifejteni a vendég kékmezes alakulat, mert Füzi Ákos lányai már a negyedik percben 10-2-re vezettek, Gál Tamás a vendégek trénere pedig időt is kért. Valamelyest sikerült is felrázni a csapatát, mert a negyed hajrájára sikerült felzárkózniuk egy pontra. Főleg Kublina kosarainak köszönhetően viszont 20-15-ös hazai vezetésnél jött a kis szünet. A második negyedben az ex-soproni Cang tartotta a lelket a vendégekben, ám az ausztrál Natalie Hurst tripláival megint ellépett a címvédő, és 41-31-jel fordultak a felek. A nagyszünet után jobbára felváltva potyogtak a kosarak, míg nem a lett Jeva Kublina elkezdett sziporkázni, és a palánk alatti egyedüli úrként, bocsánat, úrnőként gyors egymás utánban 4 duplát küldött a helyére, majd 2 győri triplával 63-40-nél eldőlt a meccs. A záronegyedben ugyan valamelyest kozmetikázott az eredményen az ETE, de ekkor már az amúgy kevesebbet játszó győriek is a pályán voltak. A hazai diadal így is borítékolható volt, és végül 18 ponttal 75-57-re győztek a füzilányok, akiknél Hurst, Kublina és a kispadról beszálló Semsei is 10 pont fölé jutott. A zöldfehéreknek 2 meccsük van még az alapszakaszban, előbb utaznak a BSE-hez, majd január 20-án a listavezető Sopron érkezik Győrbe. Ha ehhez még hozzáveszük az Euroligát és a január végén startoló magyar-szlovák közös rendezésű bajnokságot, akkor kijelenthetjük, kemény időszak előtt áll a magyar bajnok. A következőkben pedig úszással fogunk foglalkozni, de hogy egészen pontosan kiről, miről, milyen témakörről lesz szó, az a következő bejátszásból kiderül.
Ezek a felvételek a Móra Ferenc általános és középiskola tanúszodájában készültek a Mórások Mikulás kupáján. Farkas János a Móra testnevelője nem mellékesen a Győri Úszók Közhasznú Sportegyesület vezetőedzője. Már ekkor elmondta stábunknak, hogy a Varga testvérek akár országos csúcsokat is úszhatnak korosztályukban. A Varga Bence most is másfél-két másodperccel úszott jobbat a jelenleg fennálló korosztályos országos csúcsnál. Igaz, nem hitelesíthető, de szerintem a jövő héten, illetve két hét múlva Kecskeméten meg fogja csinálni. Ugyanezt várom Dominiktól is, 100-200 hátor, esetleg 50 hátor is országos csúcsot úszhat. Nos, a vezető edző reményei beigazolódtak, elvárásai pedig megvalósultak. Két országos csúccsal fejezték be ugyanis a hétvégi Kecskeméti Bácsvíz kupát, az úgynevezett cikluszáró versenyt. Varga Dominik 50 méter háton 27 másodperc 80 századot repesztett, míg Öccse Bence ugyanezen számon 32 másodperc 34 századot, és mindkettő korosztályos rekord. A rekordok mellett Dominik 50, 100 és 200 háton az egy évvel idősebbek között másodikként zárt. Bence 100 háton első, 50 háton második, míg 200 háton harmadik helyen végzett, és őt is csak az egy évvel idősebbek előzték meg. Rajtuk kívül Takás Dániel teljesített kimagaslóan, 50 háton ezüst, 50 pillangon pedig bronzérmet szerzett, így lett teljes a Gyúkse eredmény sora. Beszélgetésem két vendége pedig az országos korosztályos csúcstartó Varga Dominik, edzője Farkas János. Szervusztok, köszöntelek benneteket a műsorban. Köszöntelek. Örülök, hogy elfogadjátok a meghívásunkat. Kicsit mesélhetnél nekem erről az országos korosztályos csúcsról. Hogy sikerült ezt megcselekedni? Hát elég nehéz volt, ugyanis nem éppen úgy alakultak a dolgok az edzésen, ahogy mi szerettük volna. Ez mit jelent? Volt egy válfájásom is, Szászhalombattai verseny után, a felnőtt bajnokság után. Ott két hét kimaradt, és hát utána se eléggé jól mentek a dolgok, de viszont nagyon örültem, hogy, hogy sikerült megúsznom. Ez azt jelenti, hogy nem voltál mondjuk csúcsformában? Hát... Tehát lehetett volna ennél... Ennél lehetett volna jobb, igen. Ennél mondjuk szűkebb ez a rekord? Igen. Mennyi lett pontosan? Én 27 másodperc 80 századot tudok. Hát ez pontosan 27,73 lett. Ennél lehetett volna jobb? Úgy érzem, hogy lehetett volna jobb, igen. És csak emiatt a sérülés miatt maradt ki, de azért így sem vagy keserű. Hát nem csak ez miatt, a sérülés miatt. Nagyon nem mindegyik edzés ment úgy, ahogy mi szerettük volna. Ez mit jelent, János, egészen pontosan? Valóban így van ez, vagy Dominik ennyire önkritikus? Jól látja a kérdést a Dominik. A kecskeméti versenyről annyit, hogy maga a verseny sem volt alkalmas nagyon jó teljesítmények elérésére, ugyanis olyan létszám jött össze teljesen véletlenül a versenyen, hogy egy 10 órai előfutam után este 7 órakor volt a döntő ugyanabban a versenyszámmal. Tehát nem... Volt idő rá pihenni. Igen. Gyakorlatilag a terveink szerint nem csak az 50 méter, hanem a 100 méteres országos csúcsot is szerettük volna megdönteni. Erre éppen ezért nem kerülhetett sor, mert annyira hosszú volt a verseny, hogy már ez önmagában kimerítette a versenyzőket. Visszatérve a kérdés másik részére, valóban nem volt gondmentes ez a felkészülési időszak. Kezdődött azzal, hogy Szászhalombattán a 100 méteres hátúszás előfutamában már sérült volt. Ott vissza is léptünk a verseny további részétől, nem akartam, hogy újra még jobban rásérüljön erre a válfájásra. Ott kimaradt két hét, ami később úgy láttuk, nem lesz gond, de végül is igazolódott, hogy ez gond volt. Ez nagyon hosszú idő volt ahhoz, hogy ezt be lehessen pótolni. Ilyenkor mi történik egyéb iránt? Tehát ebben a két hétben mondjuk egy olyan élsportoló, mint Dominik, felhízik, nem tudom, kisebb lesz a tüdeje, mire lehet itt gondolni? Csak lábbal tudtunk edzeni, és azért akkora terhelést és olyan minőségű terhelést nem lehet biztosítani, mint hogyha rendesen tudtunk volna készülni. Tehát gyakorlatilag valami fajta formahanyatlásról van pontosan szó. Pontosan erről van szó. Ez tulajdonképpen egy nemzetközi úszóverseny volt, ugye, hogyha jól emlékszem, igen. Ez a Bácsvíz kupa. Igen. Hol állunk mondjuk a nemzetközi mezőnyhöz képest? Eddig, akikkel mint nemzetközi versenyen találkoztunk, az előző évben Miskolcon volt egy hasonló rendezvény, illetve most a Bácsvíz, a korosztályában toppon van, nincs lemaradásunk senkivel szemben, legalábbis az európai mezőnyt figyelembe véve. Külföldi versenyzők? Összehasonlítva mondjuk magyar versenyzőkkel, vagy mondjuk akár saját magaddal? Hát igazából különös nincs velük, ugyanazok a medencébe, szóval nagyon nem érzek különbséget köztük, de viszont
jól lesz rájuk odafigyelni. Hát ugye mindig meg akarok verni mindenkit, és remélem, hogy sokáig össze is fog jönni. Mi lesz a következő verseny, ami mondjuk találkozhat más hát, országbeli versenyzőkkel? Nyáron lesz egy ilyen... Hát, hogy mondtad, hogy jó lesz rájuk odafigyelni. Igen, nyáron lesz az EIOF Utrechtbe, Hollandiába, és ott arra ki szeretnék jutni, és hát meg szeretném nyerni az a 100-at és a 200-at. Mennyire ismeri magát, illetve egymást a Dominik korosztályának mezőnye? A magyar mezőny vagy a... Akár magyar, akár nemzetközi, okozhat-e bárki meglepetést? Meglepetések nincsenek, hiszen az internet jó voltából ma már képbe lehet lenni minden nemzet versenyzőivel kapcsolatban. Tehát tudjuk, hogy tudhatjuk, hogy kik azok. Én őszintén megmondom, eddig nem is figyeltem, itt elsősorban először itthon kell teljesíteni. Ez vonatkozik arra, hogy ranglista vezetőnek kell lenni ahhoz, hogy sima legyen a kvalifikációval EIOF-ra. Hát a többi pedig majd ott kiderül. Ez az EIOF, ez minek a rövidítése pontosan? Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál. Uh-huh. Ez gyakorlatilag az IFI Európa Bajnokság előszobája. Ez az első olyan nemzetközi megméretés, ahol már a nagy számok törvénye értelmében, akik itt spiccen vannak, azok úgy elég messzire el tudnak. Mert a gyakorlatilag Dominik, hogyha jól emlékszem, bár nem kristálytisztán, Heraklész válogatott. Igen. Ez még mindig él ez a tétel. Igen. Folytattok-e, vagy végeztek-e külön munkát a válogatottban? Vagy mit jelent ez? Jár ez plusz elfoglaltsággal? Igen, jár. Minden évben van egyszer. Novemberben egy kéthetes edzőtábor Kecskeméten. Tavaly előtt voltam 2011-ben, de nem sikerült annyira jól. Ugye a hátúszás az én főszámom, és nagy részben ott gyorsat úsztunk, ami nem nagyon kedvezett. Utána két hét, úgyis hát utána nem volt... Túl elfáradtam, szóval nem bírtam teljesen edzeni, és akkor most úgy döntöttünk 2012-ben, hogy nem megyek el. Ezután a kéthetes pihenő után azért helyek közel sikerült felkészülni a Kecskeméti Bács-Víz kupára. Azóta hogyan telnek a mindennapok? Ugye voltak itt ünnepek, volt szilveszter, mondjuk itt arról gyanítom a te korodban nem beszélhetünk, de hát azért a beiglit te is megeszed. Hát igen, persze megeszem, viszont edzés az úgy volt, hogy szárazföldi, szóval nem vízben, nem, igazából nem találkoztunk, de egy lapot kaptam, amire le volt írva, hogy mit kell csinálnom, és akkor kaptam is gumikötelet, és akkor azt minden nap meg kellett csinálnom. Ilyenkor mit kell elképzelni szárazföldi edzésnél? Mire kell a gumikötél? Azért vannak olyan gyakorlatok, amiket különösen komoly felszerelés nélkül is meg lehet otthon oldani. Hát a gumikötél ezt a célt szolgálta. Elsősorban karerősítésre használtuk, hogy azért teljesen ne essünk szét ebbe a másfél-két hétben. Ezzel egyfajta ellenállást szimuláltok a gumikötélben? Hát, igen, ellenállást szimuláltunk, előtt fejlesztünk gyakorlatilag. Hogyan néz ki a további program? Gyakorlatilag tegnap kezdtük el a munkát, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a második makrociklushoz fogtunk hozzá. Ez tart majd egészen március végéig, ott lesz egy ciklusszáró verseny. Megint? Mert hogy ez is az igen, volt? Minden ciklusnak van egy úgynevezett ciklusszáró verseny, ahol még formát tudunk, illetve kell is hozni. Ezt te nevezed el ciklusszáró versenynek, nem, vagy ez alapjáraton hivatalosan az a neve, hogy ciklusszáró verseny, mint ahogy volt a Bács-Víz Kupa, hiszen ez volt a ciklus utolsó verseny ebben az évben. És most egy kicsit másképpen épül majd fel a rendszerünk, mert van két kvalifikációs verseny Budapesten, illetve Kecskeméten, ahol az EIOF-ra lehet szintidőt, illetve ranglista időt úszni. Március végén befejeződik ez a második makrociklus, és onnan kezdve egy rövid pihenő után egy kicsit hosszabb harmadik makrociklussal remélem, hogy valóban az EIOF-ra készülünk fel, hiszen az év főversenye számunkra ez. Ennek lesz minden egyes verseny alárendelve. Tehát nem fogunk akkora gondot fordítani egy ifjúsági bajnokságra, vagy egy Bács-Víz Kupára, minden a felkészülést szolgálja majd. Ez azt jelenti, hogy ezeket a versenyeket munkából fogjuk megoldani. Az a véleményem, hogy aki munkából nem tudja magát kvalifikálni jelen esetben az EIOF-ra, annak nincs esélye arra, hogy ott nyerő pozícióban. Magyarán kemény terhelésből érkeztek, és nem formahegyezésből. Nem lesz formahegyezés, munkából fogjuk megcsinálni. Csak a cikluszáró versenyre fogom formába hozni. Ez a jelen ismereteim szerint március végén, 27-i hétvégén
Dunaújvárosban lesz egy nemzetközi aranyos túszóverseny, ez lesz a ciklus főversenye, és hát a következő, a harmadik makrociklusé pedig az említett július 14-19, remélem, hogy az összejön szépen. Hétköznapok hogyan épülnek fel, mert hát nyilván ez a felkészülés rengeteg edzéssel jár. Mennyi időd van a tanulásra? Hogy áll a fél évid? Hát a fél évem az elég jól áll. Hát nem is túl jó, nem is rossz. Hát a napjaim azok úgy alakulnak, hogy ugye hétfőn is két edzés, kedden, szerdán és csütörtökön reggel is van úszás, és délután szárazföldivel kezdünk, és utána megyünk medencébe. Hát ez elég fárasztó, szóval a tanulásra nem igen marad idő, de viszont reméljük, hogy a tanárad is nézik ezt a műsort. Hát reméljük. Kilométerben mennyit kell gondolni? Mondjuk egy-egy ilyen makrociklusra, lehet, hogy ezt János bácsi jobban tudja. Mennyit szoktál repeszteni a medencében? Hát így, hát a napit azt tudom, az ilyen 7-8 kilométer naponta. Ez komoly? Hát amikor reggel is van edzés, akkor igen. Egy-egy ilyen makrociklusnak a távja kilométerben felbecsülhető? Hát ez azért kicsit változó, mert a nagyobb terhelésű időszakban, tehát amikor kifejezetten állóképességet fejlesztünk, ez jelentősen még akár 8000 méter fölé is felmegyünk, és még szerintem följebb is majd, ahogy haladunk előre. Szegény Dominikén felesütötte a szemét. De vannak időszak, amikor nyilván értelemszerűen csökken, ez amikor a formábozásnál már lényegesen kevesebb, bár intenzívebb a munka. Tehát azért átlagosan számolhatunk 8 kilométert naponta. És hogyha ezt egy egyszerű szorzásokkal elviszük 4 hétre, 8 hétre, 12 hétre, ez elég szép szám jön ki. Jól hangzik. Visszakanyarodva erre a Bácsvíz kupára, nem csak Dominik volt az, aki kimagasló eredményt ért el, hiszen testvére Bence és korosztályos országos csúcsot úszott. Milyen volt összképét tekintve a Gyúkse számára ez a verseny? Én úgy gondolom, hogy eredményesen szerepeltünk, hiszen a két említett versenyző mellett van még két-három gyerekünk, aki minősítést szerzett ezen a versenyen, aranyérvényes minősítést. Időeredményekhez kötött minősítést lehet szerezni ez évben a Magyar Úszószövetség elnökségi döntésének értelmében, és ezek között van most már négy gyerekünk, aki minősítést úszott. Visszatérve Bencére, Bence szereplése jó volt, de egy kicsit bosszantó edzői szemmel, mert amellett, hogy országos csúcsot úszott 56-on, 26 századdal úszott gyengépet a fennálló országos csúcsnál 100 háton, és valami hasonló két tizeddel vagy 18 századdal gyengébet 200 háton, tehát annyira közel volt. A 26 század az mondjuk egy célba érkezésnél egy új perc, érzik, ha jól sejtem. Gyakorlatilag, igen. Ki volt a másik négy fiatalember, hölgy, úr, akiket hát, megemlítettem? Takács Dani, aki aranyérvényes minősítést úszott, a Nagy Marci, aki ezüstöt úszott, és a Pór Máté, aki szintén ezüstérvényes. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy felkerültek a magyar úszótársadalom térképére, vagy névsorába? Igen, ez azt jelenti. Január hónap rázós lesz úszás tanulás szempontjából? Hát igen, a január az jövő héten kedden kezdődik egy versennyel, egy városi diákolimpiával. És ha jól hallottam, utána lesz egy megye is, valamikor azt nem tudom pontosan, hogy mikor lesz, és hát utána jön az országos, aztán utána a további terveket azt nem tudom. Kicsit távlati tervek. Valahányszor, mióta ismerjük egymást és találkozunk egymással, mindig szóba kerül ez a bizonyos 50 méteres úszómedence. Győrnek sajnos egyelőre nincsen versenyúszodája, viszont bizonyára te is hallottad, hogy 2017-ben itt rendezik az EOF-ot, és addigra a városnak kell építeni egyet. Hogyan fogadtátok, gyarítom, örömteli? Teljesen egyértelmű, nagyon várjuk az úszodát, hiszen hatalmas handicappel indulunk a többiekkel szemben, hiszen mi egy talmedencébe készülünk. Nagyon sokat az úszodáról nem tudok. Várom, nyilvánvaló, hogy nagyon sokat fog segíteni a vizes sportoknak ez az úszoda, hogyha elkészül. Hát elsősorban az úszóknak, mert nagyon nem mindegy, hogy milyen körülmények között kell felkészülni, és én úgy gondolom, hogyha az úszoda valóban még az EIOF, a 17-es EIOF előtt elkészül, akkor már azok a versenyzők, akik jelenleg még a kicsik közé tartoznak, felkészülten, eredményesen tudnak majd szerepelni azon a hazai rendezési versenyen. A 2017-es korosztályban, illetve hát bocsánat, szóval a 2017-es EIOF korosztályában Dominik belefér? Nem, ő nem, viszont a Bence ott van. Tehát a Bence igen, Dominik már nem. A Dominik már nem, a Dominik ebben az évben van az EIOF,
Az EIOF az a 2001-2002-eseket fogja érinteni. Szerencsére van ebben a korosztályunkban 2-3 olyan gyerek, aki odaérhet arra a versenyre. Mennyire vagy csalódott, vagy inkább várakozol a mostani utrechti verseny előtt? Én nem vagyok csalódott, mert... Mégiscsak jobb lenne a hazai medencében, nem? Hát jobb lenne, de szerintem jó lesz elutazni máshova külföldi versenyre is. És hát várom a 2017-eset is, mert ugye a tesóm az szerepelni fog, és remélem elég jól. Na hát akkor reméljük a legjobbakat. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és elfogadtátok a meghívásunkat. Én sok sikert kívánok, és természetesen szorítunk neked ezen a bizonyos utrechti versenyen. Jó? Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. A kedves nézőknek pedig következő beszélgetésünk elé mutatunk egy újabb bejátszást. Az amerikai foci hazánk egyik leginkább feltörekvő sportága. Az őshazából, az Amerikai Egyesült Államokból sugárzott közvetítéseket hétről hétre rengetegen követik figyelemmel, és kis hazánkban is egyre többen élnek a tojáslabda bűvöletében, jobbára amatőr szinten. Ezen is szeretnének változtatni a honi szövetség képviselői, mert bár klubcsapatból egyre több a Magyarországon, városunkban például a Győr Sharks, ez a honi sportág működéséhez már nem elég. Régóta téma egy nemzeti válogatott felállítása. Ezt a Magyar-Amerikai Futball Szövetség elnöke Tóth László az egyik legnagyobb hazai szakportálnak, az Enzone magazinnak is elismerte. Ugyanakkor hozzátette, rengeteg probléma merül fel egy válogatott működtetése kapcsán. Ezek jó részt anyagi nehézségek, mert megfelelő szponzorok nélkül sem az összetartásokat, sem a versenyeztetést nem tudnák megoldani. Mindemellett biztos, hogy a magyar-amerikai focisták profitálhatnának a törekvésből. Elképzelhető például, hogy a cápák is delegálhatnának játékost a nemzeti együttesbe. Hogy valójában mennyi létjogosultsága van egy magyar-amerikai foci válogatottnak, az már más kérdés, mert sokan kétkedve fogadják még a felvetést is. Ahogy a bejátszásból is hallották, sokan azért meglehetősen szkeptikusan hallgatják, vagy fogadták ezt a bizonyos ötletet a Magyar-Amerikai Foci Szövetség elnökétől. De hogy valóban mekkora lehet rá a kereslet egy ilyen nemzeti válogatottra, az most kiderül. Két meghívott vendégem itt ül velem szemben, Kis Zoltán, a Győr Sharks amerikai foci csapatának elnöke, és Becs László, a Győr Sharks 2012-es esztendő év támadója. Jól mondtam? Igen. Szenzációs. Köszöntelek benneteket a műsorban. Mekkora kereslet lehet egy ilyen válogatottra? Hát én azt gondolom, hogy ez már régóta esedékes lenne nálunk. Igen? Környező országok már mindenkinek van válogatottja. Itt gondolok Szerbiára, Ausztriára, Romániára. Szlovákokról nem tudunk annyira, nem túl sok csapat van, és nem igazán van kapcsolatunk velük. Csak klub szinten. Viszont akik elég hamar elkerültek minket, ők a lengyelek. Ők talán 2 vagy 3 évvel később kezdték el az amerikai focit az országban, mint nálunk elkezdődött, és már van válogatottjuk, és elég jó számú, létszámú, nézőszámú mérkőzéseket tudnak rendezni. Mégiscsak meg kell kérdeznem, hogy hogyan lehetne ezt elképzelni, hiszen tudjuk rólatok, hogy ti például játékosanyag ember hiánnyal küzdötök. Hát a megvalósítása az elég nehéz, én azt gondolom. Mivel országon belül is elég nagy távolságok vannak, és elég sokat kellene ahhoz együtt edzeni, hogy ez egy ütőképes dolog legyen, de azt gondolom, hogy el kell kezdeni, és aztán valahogy kialakul. 2012-es esztendő, csapat szempontjából nem volt az ideális, jól sejtem én ezt? Hát jó, sajnos jól sejted, nem volt a legjobb évünk. Hát kijött az emberanyag hiány. Uh-huh. Ezt próbáljuk idén már pótolni. Szerencsére jó sokan vagyunk a felnőtt csapatban, a toborzások jól sikerültek, ezek folyamatosan mennek, tavasszal is lesznek majd, és próbáljuk az újoncokat beintegrálni, hogy tovább lépjük ezt a szomorú évet. Te szempontodból viszont azért annyira, hát mégsem volt katasztrofális, mert hogy gazdagodtál egy egyéni elismeréssel. Mik a te érdemeid? Hát érdemeid azért nem sok van. Hát akkor hogyan osztották a címet? Hát azért tettünk a csapaté páran. Próbáltuk maximumot kihozni, de mi egy csapatsport, ezért sajnos nem olyan kihívóak az egyéni teljesítmények. Nem feltétlenül elég az, hogy valaki jól játszik egyedül.
Érkezett esetleg megkeresés, nem akartak-e, nem tudom, elcsábítani más klubba? Nem. Miért nevetsz? Ez nem jellemző? Hát Magyarország azért kicsi, külföldön inkább játszanak külföldi játékosok, eligazolnak, én gondolok itt Németországra, Ausztriára, uh-huh. az északi országokra, ott játszanak külföldien sokan. Magyarországon nem, meg el sem mennék. Miért? Hát én győri csapathoz tartozok, győri a szívem, úgyhogy. Ha jól tudom, akkor a alapító tag is vagy. Így van. A Győr Sharksnál, tulajdonképpen szíved csücske. Az meg a másik, tehát nem is hagyhatnám el, ugye. Így. Na és akkor mit szólnál ahhoz, hogyha mondjuk a szíved csücskéből lennél válogatott? Hát szerintem van erre esély? Van. Én látok a rációt, hogy ebből a csapatból azért több válogatott játékos is kikerüljön. Szerintem minden játékosnak az álma lenne az, hogy magyar színeket képviselje. Milyen problémákba ütközhet mondjuk egy válogatott életre hívása? Ugye az elnök amellett érvelt, hogy rengeteg pénzbe kerülne, tehát szponzorokat kéne hozzá találni. Hát igen, elsődlegesen azt gondolom, hogy a pénz elég sokat segítene a dolgon. Azt gondolom, technikailag ez úgy lenne kivitelezhető, hogy egy évben legalább két hetes edzőtábor tehát gyakorlatilag kellene, összetartás. Tehát amivel az egy a válogatottat közös munkára alkalmassá lehessen tenni, uh-huh. és hát ugye ez azért eléggé megvalósíthatatlan. Tehát amíg itt dolgozó emberekről lévén szó, minden csapatban dolgozó emberek játszanak, uh-huh. addig nem hiszem, hogy ez ilyen szinten megvalósítható, de meg kell próbálni, azt gondolom, aztán valahogy kialakul majd. Azt is elmondta az elnök ebben a bizonyos Enzone magazinnak adott nyilatkozatában, hogy onnantól kezdve, hogyha sikerülne megvalósítani egy válogatottat, sokkal nagyobb lenne egyrészt a hírértéke a magyar-amerikai focinak, másrészt pedig a reklámértéke is, pedig hát a meccseket gyakorlatilag majdnem ugyanakkor a show követi, vagy övezi, mint mondjuk az amerikai-amerikai focit. Én azért gondolom, ebbe igazat adok neki, azért gondolom, mert egy válogatottnak mégis azt gondolom, hogy nagyobb média lehetősége van. Mégiscsak Magyarországot képviseli, országos médiában talán több megjelenési lehetőséget kapnánk, és nem tudom, mennyire vannak a kedves nézők, és te tisztán vagy ezzel, hogy ugyanúgy zajlik egy ilyen Európa-bajnokság, mint a nagyjából a jégkorongosoknál. Tehát gyakorlatilag van Európa-bajnokság, ez lett a következő kérdésem. Van Európa-bajnokság, ugyanúgy csoportokra van osztva, A csoportos, B csoportos, C csoportos. És ezek fejlettségi szint szerint vannak elosztva, és nagyjából azért egy C csoportos Európa-bajnokságra nagyjából a környező országokra lehet számítani, tehát Magyarország szomszédos országaré, tehát olyan iszonyatosan nagy távolságok megtételére nem lenne szükség. Nem is olyan régen olvastam rólatok egy cikket erről a bizonyos évzárótokról a Kisalföld napilapban, ahol többek között napvilágot látott az, hogy Laci az év támadójátékosa, és ott elhangzott ez a bizonyos Select kupa is. Hogyan készültök? Készültök-e egyáltalán? Persze. Csak hogy tudják a nézők, a Select kupa az az amerikai focinak a kispályás tesója, ráadásul fedett pályán zajlik. Kopog a parketta? Nem. Nem, ez egy lengő parkettás intézményben van, nem tudom idén hol lesz. Eddig a Sportmaxban volt Pesten, heten vagyunk a pályán, heten. És ugyanaz, mint a foci, csak ez kemény. Tehát itt nincsenek ilyen hatalmas 50 yardos passzok, itt egy kézilabda nagyságú pálya az egész, és itt ez kőkemény foci. Készültök? Persze, ez a lényeg. Én ezt nagyon várom. Én legalábbis személy szerint, és szerintem a Coca is, egész évben szám a legjobban. Itt összön a magyarországi focinak a krémje, tudsz beszélgetni más csapatokkal, nincs az a ellenséges viszony, baráti az egész, jó hangulatba telik, focizunk egész nap, reggeltől estig, hát más nem is kell. Este Super Bowl ugye, úgyhogy... Select kupán kívül tervek erre az esztendőre, ugye Laci említette, vagy nem is tudom, talán te mondtad, hogy az utánpótlásban rendszeresen terveztek, vagy zajlik nálatok rendszeresen válogató. Előbb-utóbb most már fel kéne fejleszteni ugye a csapatot, hogy ne legyen szükség vidéki játékosokra. Igen, ez a cél. Ez egy lassú folyamat, tehát mi is arra a szintre, amilyen szinten most játszunk jelenleg, azért 5-6 év alatt jutottunk el. Uh-huh. Tehát nyilván egy újoncnak, ha nem is ennyi, de azért 1-2-3 év kell, hogy ezt a szintet megközelítse vagy elérje. Akiket tavaly
toboroztunk felnőtt korú játékosok, azok idén már mindenképpen lehetőséget kapnak a felnőtt csapatban. A juniorok szintén, és nagy örömmel számolhatok be, hogy sikerült egy legkisebb korosztályt is indítanunk. Ez komoly, ez mit jelent? 10-től 14 éves korig, és ők nagyjából olyan 25 és 30 közötti létszámmal edzenek minden héten, rendszeresen. Ők nem egy felszereléses focit fognak majd játszani, hanem ez úgynevezett flag football. Igen. Ez egy kontakt nélküli előkészítő sport, ahol két darab szallag van a játékos oldalára rögzítve, ami egy egyszerű csattal, ha megrántják, leold, és gyakorlatilag ezzel így a kontakt megtörténik. Nem csak játékosokat kell, gyanítom, egy-egy ilyen csapathoz szerződtetni vagy találni, hanem hát nyilvánvalóan edzőket is. Mondjuk a juniorokat, meg ezt az előkészítő csoportot, ezt ki edzi? Saját berkeken belül oldjátok meg? Igen, megpróbáljuk saját berkeken belül. Szabad idejéből mindenki próbál rááldozni. A legkisebbeknek idén indítottuk őket, ezért a nagy csapat egyik játékosa lett az edzőjük, aki hát nagyon élvezi a munkát a gyerekekkel. A junior csapatnak a két edzője szintén két játékos, és egyedül a felnőtt csapatnál van kimondott edző, aki nem játékos, hanem edző is. Annyi külön véleményt hagy egyezzek meg, hogy a felnőtt csapatot irányító vezetőedző voltak éppen a leglelkesebb amerikai foci rajongó, akit én valaha láttam. Ez biztos. Tehát ő, amilyen átéléssel beszél a pályán kívülről, ezt át lehet ragasztani például a játékosokra? Természetesen. Tehát ez átragad mindenkire. Kire így, kire úgy, de mindenki pozitívan veszi fel, és mivel mindenki felnéz rá, ezért mindenki elhiszi azt, amit mond, mert tudja jó, hogy az úgy van. Tud benneteket fanatizálni? Szerintem már sikerült. Tehát biztos, hogy benne, hogy a csapat és az én hozzáállásom is biztos más lenne a foci. Szeretném a focit, de hogyha más edző lenne, lehet, hogy nem így látnám ma, nem így tartanánk. Tehát nagyon nagy szerencsék volt annak idén, hogy a edzőkhez le tudott jönni hozzánk is. Az imént már említettük, hogy az előző szezon az meglehetősen gyengécskére sikeredett. Mik a tervek idénre, milyen sorozatokban indultok? Tavasszal lesz több barátságos mérkőzésünk, talán három. Hármat tervezünk, külföldi csapatokkal, vannak különböző megkeresések, Szerbia, Szlovákia, Ausztria, innen. Hát itt különböző keménységű csapatok lesznek, és próbáljuk az újoncokat beintegrálni. Tehát, hogy ők is lássák azt, hogy milyen egy igazi meccs, milyen ez, amikor nem csak nézik, hanem úgy bent is vannak. Hát, hogy érezzék a törődést. Így is mondhatjuk, így van. Ez lesz tehát tavasszal, ezen kívül nemzetközi kupa, vagy az majd csak ősszel? Illetvileg a magyar pontvadászat. Nemzetközi kupában idén nem indulunk el, ugyanis nem voltak teljesen biztos a feltételek a sorozatnak, amiben eddig részt vettünk, hogy milyen csapatok vesznek részt benne, illetve nem szeretünk volna még egy olyan évet, ahol ennyi nem győri játékost kell ahhoz igénybe vennünk, hogy egy szezon teljesíteni tudjunk. Igen. És ezért azt gondoltuk, hogy inkább felkészülési mérkőzések lesznek, barátságos mérkőzések, ezzel így mindenkinek meg lesz a lehetősége, hogy játszon, illetve hogy benyomást szerezzen, meg újra lendületet, erőt vegyen ahhoz, hogy folytassa a sportot, és ősszel a kiemelt magyar bajnokságba fogunk újra gyakorlatilag kupa vagy bajnokság keretei között szerepelni. Említetted ezt a bizonyos első benyomást, melyik a jellemzőbb? Valaki lemegy hozzátok, pozdorjává zúzzátok, megjön tőle a kedve, vagy inkább elmegy? Nem szoktuk pozdorjává zúzni. És figyelünk arra, hogy azért nagyjából kezdőjátékossal legyen mindenféle páros, akár csoportos feladatnál, mert akár mennyire is mi próbálunk vigyázni rájuk, de adott esetben a szituáció úgy kívánja meg, akkor egy nagyobb ütközés eldurranhat, de nem jellemző. Tehát szerintem olyan játékosunk még nem volt, aki amiatt hagyta volna abba, mert pozdorjába zúztunk. Azt lehet tudni, hogy te hogyan kezdted? Te is egy ilyen válogatón társultál a Győr Sharks mellé, bár nem, te alapító tag vagy. Igen, igen. Sokat nézted a tévében?
elkezdtük nézni, akkor adták talán a legelső Super Bowlt itt Magyarországon, hát, és akkor megláttam, hát mondom, ez nagyon jó. Hát itt valami kell. És akkor kiírták a pesti kontaktot, aha, én velük felvettem a kapcsolatot, és igazából kiderült, hogy közben Győrből máshonnan is írtak nekik, uh-huh, és akkor ők a pestiek összeszerveztek minket, két győrit, és akkor így összehoztuk a én barátaimat, az ő barátaikat, és így megalapítottuk a győri cápákat. Említetted az előbb, hogy a vidéki játékosokat, hát nem is száműzni kéne a csapatot, de jó lenne nélkülük lebonyolítani. Még mindig tartotok-e válogatókat, ha igen, mikor, hogyan lehet erről értesülni? A válogatók folyamatosan vannak, toborzásokat futtatjuk, ezt nem szeretnénk abba hagyni. Tehát ahhoz, hogy egy normális, állandó, stabil létszám és minőség legyen, ahhoz folyamatosan kell toborzás. Ez minden tavasszal és minden ősszel lesz. A pontos időpontot még előre nem látjuk, majd... Hogyan lehet erről értesülni mondjuk? Hát erről a Facebookon mindenképpen, azt gondolom, hogy ez a legjobb fórum rá, illetve szórólapokon és plakátokon szoktunk erről hírt adni. Jó, uraim, sisakkal akkor előre, sok sikert kívánok, sérülésmentes. Ahogy mondani szokták, sérülésmentes jó játékot és győzelmeket. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm. A kedves nézőknek még mielőtt megköszönném a figyelmet, azelőtt természetesen eredményt hirdetünk, hiszen 2012-ben is játékra hívtuk önöket, és így lesz ez ezúttal is. 2012-ben utoljára ugye azt kérdeztük önöktől, hogy melyik évben vizitelt utoljára Győrben az MKB Veszprém férfi kézilabda csapata. Nos, a helyes válasz 2008 volt. A helyes megfejtő pedig Várajai Gábor, ő a Yakuza Fight Club jóvoltából egy 12 alkalmas Joker bérlet büszke birtokosa. Ezúttal is játszunk, a mostani kérdésünk pedig úgy hangzik, kivel játszik a női kézilabda Magyar Kupa negyed döntőjében a győri Audietto KC. A helyes megfejtéseket a sport@gyorplus.hu e-mail címre várjuk, és ezúttal is egy a Yakuza Fight Club által felajánlott bérletért megy, a harc megy, az e-mail háború. Én most köszönöm meg a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, a viszontlátásra! A játékhoz a nyereményt a Yakuza Fight Club ajánlotta fel, több mint küzdősport. A műsor helyszínét a Cosa Nostra Pizzeria és Koktélbár biztosította.